Mégis mi ütötted be a vigébe? Ja, jó kérdés. Én tökre díjaznám, ha egy idegen pasi belém koccanna, mert meg akar kettinteni. My angel lover. Én is. Nem túl gyakran hívnak el randizni. Ó, a férfiak bunkók. Nekem nem annyira számít a külső. Ó, ez finom. Azta, ezt a helyet 1748-an értékelték a Jeppen. Az meg mi a búbánatos ficsene? Jepp. Nem vagy te kicsit öreg ehhez a technikához? Tökre rákattantam. Szerintem ez az egész bődületes sületlenség. Végtére is egyedül ücsöröksz és bámulod a képernyőt. Ez olyan szomorú. De nélkül sokkal magányosabb lennék. Ez biztos. Voltál valaha férjnél, gyerekek? Nincs eddig se. Együtt voltam egyszer egy pasival 6 évig, de egyszer elém állt és azt mondta, képzeld, homokos vagyok. És egyenesen undorodom a nőktől. Hú, engem 17 éve hagyott el a feleségem. Lelépett, aztán abortusz, és irány Los Angeles. Semmi magyarázat, soha. Az egyetlen esélyem a családra. Uff. Igen, velünk is minden rendben ment addig, amíg azt nem mondta. Buzi vagyok, érted? Végeztem vele, tovább kell lépnem, találnom kell valaki mást. Nem feltétlenül téged. Próbáltad már megkeresni? Mondjuk a Google-in. A barátom egyszer rákeresett, de semmi. Hagyjuk. Nem érdekel. Megtalálom. Hogy hívják? Pipi. Az exemet? Pipi. Pipi? Milyen Pipi? Pipi Carmichael, de... Mint mondtam, nem találsz. Ó, várj csak, itt van egy Pauli Carmichael Higgins. Mi? Komolyan mond? Igen. Az a húga? Tele van vele a net. Van egy csomó találat. Tényleg? Akkor... Ó, júj! Ez... Igen, ő az. Igen, Szilvedérben lakik. Szóval, 6 év után a csávó azzal jött, hogy... Szeretlek, de nem látom a jövőnket. Mondom, vágom, mert a faszra buksz. Mint én. De... nem tudtál volna szólni, mielőtt így elengedtem magam.